A színészek a stúdióban gyülekeztek, ami mostantól Bárány Frigyes nevét viseli. A rendezvény nyitányaként Kirják Róbert igazgató átadta az alapítói emlékszobrot Baraksó Erzsébetnek, az áprilisban elhunyt Bárány Frigyes színművész özvegyének. Ezt követően dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a társulatot, és azt kívánta, hogy sikerüljön a Covid előtti látogatottságot újra elérni. Azt gondolom, hogyha a világ kiegyensúlyozottabbá válik, tehát se pandémia, se egy újabb gazdasági válság nem jön, akkor, mint ahogy a kultúra többi részébe, ami intézményesült, azt hiszem, hogy vissza fognak térni a látogatók, illetve a színháznak most nincsenek. Azt gondolom, hogy nem is voltak rossz számai, mert van egy olyan törzs közönsége, van egy olyan színház szerető közönség, a közönség itt Nyíregyházán, vagy a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében, aki ide eljön és nívós darabokat megnéz. Kirják Róbert igazgató köszöntötte a társulatban 10 éve dolgozókat, Kosik Anitát, Szabó Mártát és Gulácsi Tamást is. Az igazgató beszámolt a nyári időszak sikereiről, elmondta, a Rózsakert szabadtéri színpad 7 előadásán 6229 néző előtt játszottak. A nyár további részében 4 vendégprodukciónak adtak helyet. A családokat a Rózsakert szabadtéri moziba invitálták. A Bencs villában a Móricz Zsigmond Színház saját társulatának színművészei léptek fel, zenés estjeiket teltházzal és nagy szeretettel fogadta a közönség. Az igazgató szólt az új évad terveiről is. A 2023-24-es évadot a nagy klasszikusok évadjának neveztük el. Elsősorban azért, mert olyan előadások lesznek láthatóak, mint a Bolha a fülbe, az Ancónai szerelmesek, a Don Juan, vagy az Öreg hölgy látogatása. Hát igyekeztünk azoknak a színházrajongóknak a kedvében járni, akik nosztalgiával gondolnak vissza a több évtizede Nyíregyházán már egyszer bemutatott előadásokra, de természetesen kuriózumok is lesznek, olyanok, amik még nem voltak. Például a Delila, az biztos, hogy újdonság lesz mindenkinek. Az idei évad első premierjét szombaton tartják majd, amikor a Delila című előadást mutatják be Mohácsi János rendezésében. A Kamara színpadon az első bemutató az Öreg hölgy látogatása lesz szeptember 15-én.